Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Országos Széchenyi Könyvtár Csevely névre keresztelt podcast sorozatának soron következő adását hallják. Ahogy eddig, most is Solymosi Ákos hangmérnök segíti a munkánkat, én Újhelyi Attila vagyok, az Országos Széchenyi Könyvtár kommunikációs munkatársa. A mai vendégeink két osk s kolléganő, Zsupán Edina és Lau Judit, mindketten a hosszú nevű Hun Ren OSK Fragmenta et Codices kutatócsoport tudományos kutatói. Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint a Nemzeti Könyvtár kiemelt feladata, a magyar nemzeti identitáshoz kapcsolódó értékek megőrzése és bemutatása. A mai csevei felvételünkön kódexekkel, kódextöredékekkel, a középkori könyv érdekességekkel szeretnénk foglalkozni. Az előbb említett kutatócsoport Fragmenta Kodikum kutatócsoport néven alakult 1974-ben az ötvös kollégiumban Nezei László professzor alapította. A befogadó intézménye 2000-től az országos Széchenyi könyvtár 2007-ben egészült ki a 19. századi könyv és sajtótörténeti műhelyjel, jelenlegi nevét 2023. szeptember 1-ével kapta. Arra kérem a vendégeimet, hogy kicsit meséljenek a munkájukról. 1981 óta dolgozom ebben a kutatócsoportban, amelyet Mezei László alapított. Neki voltam a tanítványa, és az egyetem 5 éves koromban oda is vett, amelynek akkor Madas Edith Sarbak Gábor is a tagja volt, akik később átvették a kutatócsoportot Mezei László után Viszkeleti András következett, utána Mados és utána Sarba Gábor. Ö, Most is Sarba Gábor a kutatócsoportnak a vezetője. Mit lehet tudni a kódexekről? Mi az, hogy papírusz, mi az, hogy pergamen, milyen volt a kötésük, mi volt a tartalma, milyen festéket, színeket használtak, egyáltalán hogyan folyt a kódex írás és másolás? kezdetben papíruszra írtak, aztán később valamikor a római császárkolnak az első századaiban lassan átadta helyét a, pergamennek, a pergamen kódexnek, tehát ebből már a mai könyvformát is létre tudták hozni. És ennek egy nagy története van egészen a, a késő középkorig. A 15. század közepéig a hivatalos könyv, az a kézzel írott könyv, a kódex. Valóban az anyaga az elsősorban pergamen, és a középkornak a legutolsó századaiban mellette lassanként megjelenik a papír is, és a papír is egy bevett íróanyaggá válik, és a könyvnyomtatás már természetszerűleg a papírt fogja, fogja használni. A papír és a pergamen kódexek között értékítélet is van. Nyilván a pergamen sokkal drágább volt, nagyon sok állatra volt szükség ahhoz, hogy egy díszes nagy létre tudjanak hozni, a papír pedig olcsóbb volt. Például a papírkódexek lehettek, egyszerű használati kódexek, például iskolás könyvek, a tanulói jegyzetek készülhettek papírkódexekre, vagy egyszerűbb kézikönyvek, de pompás templomi, misekönyvek, könyvek, liturgikus, kézi, liturgikus könyvek, vagy a főúri könyvtárakba szállnak, szép kivitelű kódexek, azok pergamen kódexek voltak. A díszítésük nagyon eltérő, ez egy külön művészeti ág, a kódex művészet, van, amit egyáltalán nem díszítettek, van, amit csak színessel írt nagybetűkkel, van, amit azonban nagyon gazdagon, különféle színű festékekkel aranyozták a kódexeket, nagyon különleges kötéssel láthatták el. Vannak nagyon híres kódexek a világban, így Magyarországon is. Például a Széchenyi Könyvtárban őrizzük a középkor, a magyar középkor egyik leghíresebb fennmaradt kódexét, a képes krónikát, ami a 14. század közepetáján keletkezett nagybajos számára, és a magyar történelem egyik legfontosabb forrása, és egy rendkívül díszes, nagyon, nagyon szép és nagyon különleges kódex. De nagyon különleges más jellegű kézirataink is vannak, például a Mátyás graduála a 15. század végéről. Mátyás királynak valószínűleg az a királyi kápolnának készült liturgikus könyvsorozatnak az egyik tagja, tehát ezek sok ilyen különleges darab fennmaradt. Az OSK-ban hány kódexet őrzünk jellemzően, mely korszakból, és mikor a datálható mondjuk a legrégebbi? Az OSK-ban nem sok kódexünk van, mármint hogy összehasonlítva a nyugat-európai nagygyűjteményekkel, tehát boldogabb országokkal, ahol sokkal több középkori anyag megmaradt. Körülbelül 600 darab kódexet őriz a kézirattár, ennek nagy része latin nyelvű, egy ilyen, kb. 550 körüli számot tudok mondani. Ezen kívül vannak még német nyelvű kódexek és egyéb nyelvekből is egy-egy darab, például van egy görög evangéliumus könyvünk is a 11. századból, de jellemzően latin nyelvűek a kódexeink. Egy dolgot még hozzátennék a, a magyar kódexek, középkori kódexek kérdéséhez, hogy nálunk Magyarországon ez egy alapvető kérdés, hogy a törökkorban nagyon nagy mennyiségű középkori anyag elpusztult. Ami viszont fönnmaradt, az jellemző módon külföldre került. Tehát azok a kódexek, amelyek manapság magyarországi egyházi gyűjteményekben találhatók, azok azt a bizonyos 200 kódexet leszámítva, azok Újkori, koraujkori beszerzések, tehát jóval későbbi beszerzések, és nem sok közük van a magyar középkorhoz. Aminek viszont van köze, azok a, azok a kódexek, említett 200-on felül még azért egy néhány ezer darab, az külföldre került. Tehát, ha valaki magyar kódexekkel akar foglalkozni, magyar vonatkozások, középkori kódexekkel, azoknak elsősorban külföldre kell mennie, és, és ott kutatásokat végeznie. És soron a kutatócsoport, tehát a töredék kutatócsoport létrejötte, és annak ennek a helyzetnek volt köszönhető, mondván, hogy a középkori magyar, magyar anyag az főként külföldön található. Abban az időszakban még nem is nagyon voltak hozzáférhetők, és nézzünk körül itt a hazában, hogy a, az itt található magyar kötődésű gyűjteményekben vannak-e középkori kódexekből származott töredékek. Szóval ez a dilemma, ez a kérdés a, a mi munkánkban állandóan jelen van, tehát Magyarországra kell figyelnünk, esetleg külföldre kell figyelnünk, szóval ez is egy ilyen alapvető kérdés tudtam, hogy itt őrizzük a Prajkódexet is, meg a Gesta Hungarorumot is. Ezekről tudsz néhány mondatot mondani? Én egy kódexet említenék, a Praj kódexet, amelyik a Széchenyi könyvtárban található. Ebben van az első magyar összefüggő nyelvemlékünk, a halotti beszéd, a magyar kultúrának a, gyöngyszeme, az írás alapján a 12. század második felére datáljuk, mind az írás alapján, mind pedig a nyelvemlék szövege alapján nagyon különleges része a Prajkódexnek, például a Pozsonyi évkönyvek, a legrégebbi magyar annálész, tehát egy történeti feljegyzések, tehát ez egy nagyon-nagyon értékes része a Prajkódexnek. Beszéljünk egy kicsit a Gesta Hungarorumról is, mert az is itt van nálunk. Igen, a Gesta Hungarorum is egy kiemelkedő emlékünk, Anonymus, Pédiktus Magister, vagy Pének nevezett mester, harmadik Béla király jegyzőjének tartjuk. Ez egy 13. század végi példányban maradt fönt, egy, egy különleges történeti kompozíció, ami hát egy nagyon különleges helyet foglal el a magyar történeti hagyományban. A tartalma az bizonyos értelemben vitatott hogy mennyire fogadható el a tartalma hitelesnek, mennyire nem. Szóval ez a történeti kutatásoknak a tárgyát képezi, de mindenféleképpen egy, egy, unikális darabról van szó, ami a gyűjteményünk egyik ékessége. A magyarországi könyvtárakban, levéltárakban vagy egyházi gyűjteményekben mennyi fennmaradt középkori latin kódextöredék töredék van még feltáratlanul? Számtalan. Erre, erre nem tudunk számot mondani, hogyha a Széchenyi Könyvtár állományát vizsgáljuk, csak a Széchenyi Könyvtárnak az állományát, a Széchenyi Könyvtárban a gyűjteményben a jelzett töredék 700 körüli darab, de ezen kívül nagyon sok olyan töredék is van, amelyek össze vannak gyűjtve, nincsenek feldolgozva. Ez a jövőbeni feladatunk, hogy ezeket a feldolgozatlan töredékeket földolgozzuk, ezek még jelzetelves sincsenek. Az a probléma szemben a, például az egyházi könyvtárakkal, amikor is oda megyünk a polcra és leszedjük a könyveket, és lefejtjük róluk a töredékeket, amiket később földolgozunk, hogy azok köthetők egy-egy könyvhöz, egy-egy nyomtatott könyvhöz, és ez nagyon nagy segítség a kódex töredéknek az azonosításához, Beszél arról az őrzőkönyv, hogy hol is őrizték, kinek a tulajdonában volt. Ha kinyitjuk, és ezek a töredékek lefejtésre kerülnek, akkor még kapunk a töredékeknek a, az azonosításához, és a, ahhoz, az, hogy itt Magyarországon volt-e a provenienciájához ö, szempontokat a restaurátorok munkája kapcsán a töredékek alól előkerülhetnek olyan szövegek, nyomtatott szövegek is, amelyek eligazítanak bennünket, hogy ezt vajon Magyarországon kötötték be ezeket a könyveket, vagy külföldön kötötték be. Egyszerű a dolgunk, ha egy magyar nyomtatvány, egy 15.-16. századi magyar nyomtatvány kerül elő a töredék alól, akkor szinte biztosan állíthatjuk azt, hogy ezt a töredéket, ez a töredék Magyarországon került bekötésre, tehát Magyarországon használták azt a kódexet, amibe ez az egyetlen egy levele be volt kötve. Ha külföldi nyomtatvány kerül mondjuk elő alóla, akkor már nehezebb a, a helyzet, mert az nyugodtan használhattak Magyarországon is német nyelvű nyomtatványt. Akkor már sokkal jobban körbe kell járnunk, hogy hogy most ez, ez hol is volt használatban. A töredékeknek a, nem csak az írását vizsgáljuk ilyenkor, hanem kottás töredékeknél nagy segítséget nyújtanak a, a, ne, a kották. Szentre Janka volt az, aki a magyar kottát meghatározta, hogy biztosan Magyarországon készültek ezek a szerkönyvek. Tehát ezek a kottás könyvek, ezek a töredékek, ezek liturgikus könyvekből kerültek ki. Ha ezeken magyar neumák vannak, magyar kották vannak, akkor azokról biztosan meg tudjuk állapítani, hogy, hogy ezt a kódexet, ezt nem csak Magyarországon használták, hanem Magyarországon írták is. Hogy tapasztaljátok, hogy leginkább miket tartalmaznak a kódex töredékek? leginkább liturgikus töredékeket tartalmaznak, és ennek megvan az oka az, hogy a liturgikus könyvek azok sokkal nagyobb méretűek voltak, tehát sokkal alkalmasabbak voltak arra, hogy könyveket a, 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 könyvkötő ezekbe kösse a könyveit. És kevésbé is voltak aztán később használatban, mert a liturgikus könyveket azokat nyomtatták, és nem megszűnt a, a jelentőségük, nem voltak fontosak. A liturgikus könyvek között voltak nagyon nagy méretűek is, tehát az átlag méretük is nagyobb ezeknek a könyveknek, amit a, a pap mondjuk az oltára fölhelyez. De voltak nagy kórus könyvek, amiket zsolosmákon használtak a papok, ezek egészen nagy méretűek. 50 centi nagyságúak ezek a kódexek, na most ezek nagyon alkalmasak voltak a könyvkötésre, viszont ezek között nagyon sok volt a díszített, csodálatosan díszített kötése, de ez, ez sem izgatta a könyvkötőket, nem számított, hogy ezek gyönyörű iniciálék vannak, aranyozva vannak. Ezeket ugyanúgy felhasználták kötésre, és ezek, ezeket a nagyméretű könyveket, ezeket elővették, és, és folyamatosan használták könyvkötésre. tehát így sikerül ezeknek a lefejtett töredékeknek kapcsán nagyon sokszor egész sok levelet összerakni, és Ezekből komoly következtetéseket levonni arra, hogy, hogy hol is használhatták Magyarországon az esztergomi egyházmegyében, vagy a egyház egyházmegyében, amelyiknek a, a liturgiai gyakorlata elvált egymástól. Én az, annyival egészíteném ki, hogy a kutatócsoportnak a tevékenysége az, az utóbbi időben a, a kódexek feltárásával is kiegészült, tehát teljes kódexeknek a feltárásával is kiegészült, és nemrégiben jelent meg a, az Esztergomi, Esztergomban őrzött valamennyi kódexnak a katalógusa a, a kutatócsoportnak a, a munkájának az eredményeként, és folyamatban van a a kalocsai kódexaknak a feldolgozása. Ez azért is fontos, mert ezek a módszerek, szóval valójában a két anyagcsoport az, az, nem válik el élesen egymástól, hanem, hanem egymást kiegészíti. Tehát azok a, azok a metódusok, amikről most szó volt, azok bizonyos módosításokkal a kódexekre is igazak, tehát a kettő azért együttesen tekintendő. Sőt, arra is vannak példák, nem is egy, hogy megvan egy nagy kódex, egy anyakódex, amiből sok levél hiányzik, sok lap hiányzik, és ezeket a lapokat töredékként megtaláljuk nyomtatott könyveken. Példának hoznék kettőt az fonálét, amelyik győrben van most pillanatnyilag helyileg, és amelynek ö, ö, számos 30-40 levelét sikerült lefejteni, és ezzel kiegészíteni ezt a gyönyörű, szép nagy kódexet, illetve egy másikat említenék, a budai antifonálét, amelyik most pozsonyban, amelyet Pozsonyban őriznek, és amelyik a budai műhelyhez kötődik, és az első kötete az Pozsonyban van, a szentek ünnepeiről tudtunk, hogy kellett lenni egy második kötetének is, de hírehanva nem volt. És egy kutató, egy szlovákiai kutató, Eva Veszelovska találta meg a töredékeit Bécsben. Tehát maga az, az, anyakódex nincsen meg, de a töredékek kapcsán most már biztosan állíthatjuk azt, hogy volt egy második kötete is, amelyikben a szenteknek az ünnepei voltak. Melyek az országos Széchenyi könyvtár legfontosabb kódex töredékei? Az egyik legjelentősebb töredék itt a Széchenyi könyvtárban egy 8. századi töredék, a Béda, az úgynevezett Béda néven ismert töredék, amely Szent Kutbert életét tartalmazza, és amelynek folyamatosan kerülnek elő egyébként töredékei. Tehát az Egyetemi Könyvtárból is került elő, és Münchenből, német nyelvterületről is, is kerültek elő darabjai. Nem lehet pontosan tudni, hogy ez Magyarországon volt használatos, vagy pedig külföldön. Egy nagyon jelentős töredékre szeretném fölhívni a figyelmet, amely ugyan nem a Széchenyi könyvtárban került elő, de Viszkeleti András dolgozta föl, és ő volt, a, ő a készirattárban dolgozott, és a, ennek a kutatócsoportnak volt egy ideig a vezetője. Akkor, amikor ő a kutatócsoportba került, akkor egy antikváriumból jelezték neki, hogy egy német töredék van a kezükbe, és hogy szeretnék, hogyha megnézni. Kiderült, hogy ez egy 13. századi német töredék, ez egy úgynevezett Minezenger töredék, a lovagi kultúráról szól. Igen, én még hárommal egészíteném ki a USK-s töredékek számát. Az egyik az úgynevezett Zsigmond kori töredék, ami a 15. századnak az első feléből származik, és húsvéti énekeket tartalmaz, az kettőt is, kottát is ábrázol, és emellett magyarul, csehül, lengyelül és németül van rajta egy húsvéti ének. Ez egy nagyon-nagyon fontos zenei emlék ebből a korszakból. Aztán meg kell említeni egy tizedik századi töredéket, ami egy Vergilius összes művei kódexsel együtt vándorolt, és vele össze is volt kötve egy darabig. Ez egy tizedik századi ö, töredék, amely egy késő antik regénynek a részletét tartalmazza, Apollonius türosz királyának, a lányának a történetét mondja el, és különlegessége, hogy ábrázolja is a történetet. Ez egy, ez egy világi ciklus, egy nagyon korai, hanem a legkorábbi világi ciklus ami különlegesé teszi ezt a, ezt a darabot. Ez is itt van nálunk. És végül pedig a 15. század végéről kell megemlítenünk Antonio Bonfini történeti munkájának, a magyar történelem tizedeinek egy töredékét valószínűleg a királyi könyvtár szábára készült az 1490-es években, az sajnálatos módon elveszett, csupán néhány töredék őrződött meg, amelyek könyvkötésként funkcionáltak, és ebből van néhány darab. Az összes előkerült darabot a Széchenyi könyvtár őrzi. Hogyan lehet társítani a tartalom alapján a töredékeket egy-egy kódexhez? Legtöbb esetben nincs meg a kódex, tehát abból az adott kódexből csak a töredék maradt meg, tehát azért is ennyire értékesek, mert valamiféle fogalmat alkothatunk az elveszett egészről. Az sokkal ritkább eset, ami, ami, korábban is szóba került, hogy, hogy van egy olyan esetleg egy hiányos kódex, aminek még további töredékei kerülnek elő, tehát valamit kiegészítenek. Ez talán a, a ritkább, ritkább eset. Szóval a töredékek emiatt is ami nagyon érdekesek, mert önmagukban a kicsiségükben is valami egészet képviselnek, és nagyon sok esetben a tartalmat az elveszett kódexnek a tartalmát különösen a liturgikus kódexek esetében ki is lehet egészíteni. Tehát, hogy mivel máshonnan lehet tudni, hogy például nagyon egyszerű példát mondva egy misekönyvbe, vagy egy breviáriumban mi szokott lenni, és és ezen az alapon lehet is rekonstruálni sokszor, hogy hogy mi volt egy-egy kódexben. És iskolákat is lehet azonosítani a töredékekkel, például Pozsonyban van egy miszále egy misszále, egy esztergomi miszále egy 14. század elejé esztergomi miszále, aki, aki, azt a töredéket írta, tehát az a szkriptor, aki a, a írta, amelyik most Pozsonyban található, annak a szkriptora írt egy másik könyvet is, egy másik liturgikus könyvet is, amelyik itt van a Széchenyi Könyvtárban nálunk, és itt az írás alapján lehetett azonosítani, tehát az írásokat, és nem csak a notációkat érdemes figyelni, nem csak az illuminációt érdemes figyelni, hanem az írásokat is figyeljük, amit a legnehezebb feladatek közül, a három közül. A notációt, az meg tudjuk mondani, hogy milyen területen készült, sokkal inkább megvannak a jellegzetességei, az illuminátornak a kezemunkáját is jobban ismerjük. A skriptot sokkal nehezebb megfogni az írása. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudjátok megállapítani a különböző skriptorok stílusa alapján, hogy ezt a kódexet ez az író írta vagy másolta a másikat egy, egy, másik. Mik azok a stílus különbségek, amiket észre tudtok venni két ember írásmódja között? Hát egy példát hoznék erre. és és méghozzá egy magyar példát, magyar nyelvemléket. Az Akadémia könyvtárában van egy nagyon szép töredék, két levélből áll, és ez a töredék, ez piros vonal van megvonalazva. Ez eredetileg Érsekújváron volt, az Érsekújvári gimnáziumban, és ott egy gyereknek a kezéből vette ki Piri Ciriék a tanár, kérdezte tőle, hogy mit csinálsz az órán, és mondta, hogy hát úgy olvasgatok, de mit olvasgatsz? Hát egy kis lapocska van a kezemben. Hogy került hozzád? Hát otthon a szemétben találtam meg, és elhoztam magammal, és, és itt olvasgatom. Erre a Piri Csíriek fölkapta a fejét, és látta, hogy ez egy régi szöveg, egy tizen... nem tudom, hogy tudta -e azonosítani, valószínűleg nem, de hogy egy nagyon korai nyelvemlék, egy 15. századi nyelvemlék, amelyiken Jézus élete van, illetve Jézus passió története van, szenvedés története van, de nem a Biblia szövege van benne, hanem ez átalakítva és olvashatóvá téve. És máshonnan előkerült Budapesten a Jezsuita, egy Jezsuita könyvtárban egy nyomtatott könyv, amelyiknek a gerincén volt két picike kis töredék, egy 10-12 centis töredéket képzeljünk el kétszer. És ezen is Jézus története volt magyar nyelven, nagyon rossz állapotban. És a Jablonkai Gábor volt az, aki ezt a két töredéket összevetette a Piri hártyának a szövegét és a Mária Besnyőjét ezt úgy hívták, hogy, vagy ezt elnevezték Mária Besnyői töredéknek azért, mert egy possessor bejegyzés, egy tulajdonos bejegyzés arra utalt, hogy ez a Mária Besnyői Ferenceseké volt, és ezt a, a két töredéket összevettette látta a vonalazást, tehát azt kérdezted, hogy honnan lehet tudni, hogy, hogy az ugyanabból a kódexből való, tehát már a vonalazásból sejtette, hogy itt valami kapcsolatnak kell lennie, megmérte a sortávolságot, vagy ilyenkor megszoktuk mérni a sortávolságot, hogy azok milyen messzire vannak egymástól, ez pontosan egyezett, ránézésre az írás is egyezett, az volt a benyomása, hogy ezt ugyanaz a kézírta, és akkor utána el Kezdi, elkezdte vizsgálni a betüket, és mi is elkezdjük vizsgálni a betüket, hogy azok mennyire hasonlítanak egymásra mennyire nem hasonlítanak egymásra. Na most, hogyha van egy-egy jellegzetes betű, ami eltér az átlagtól, egyébként ilyen volt a Kalman-Csehének a keze is, hogy a g betűjét meg lehetett különböztetni az átlagos írástól. Ha van egy átlagos, vagy egy eltérő betű, akkor jó eséllyel mondhatjuk azt, hogy, hogy hát ezt ugyanaz a kéz írta. Ha nem találunk ilyen betűt, akkor már sokkal nehezebb a feladat, akkor bizony minden betűt betűről betűre végig kell menni, és össze kell hasonlítani. Ha, ha úgy látjuk, hogy, hogy, ezek nagyon egyformák, akkor a, az írás képet is figyeljük. Ez az úgynevezett ductus. tehát ránézünk, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez, ez nagyon olyan, szóval, hogy ennek, ennek ugyanannak a kéznek kell lennie. De egy mesélném tovább ezt az egészet, hogyha már így szabad, mert akkor a nyelvemlékekről is, hogy a nyelvemlékek is előkerülhetnek, amint most így mondtam, töredékekből, és hogy ezek nagyon fontosak nekünk. Tehát ezek 15. századi nyelvemlék, ez amiről beszéltem, a Piri Hártya és a Mária Besnyői Töredék és ugyanabból a kódexből került ki de hogy milyen, milyen, folyamatok vannak, ebből nem, nem, ismerünk többet ebből a kódexből, csak ezt a, ezt a két töredéket. De hogy mégis mi, mi, kell, mi kell, találkozunk a szakmán belül, vagy a, a kutatásaink mentén, hogy Újfalusi Judit 1712-ben kinyomtatta a könyvét, amelyik Jézus életéről szólt, ennek az a címe, hogy Makula nélkül való tükör és ebben a leírja Jézus életét, és azt, mondja, azt írja bele, hogy cseh nyelvből fordítatott. És ezt a kutatók a tízes években átnézték, és látták, hogy, hogy, hogy ebbe ez, valóban csehből fordítottak, de, de, hogy vannak benne olyan részek, amik, amik, amik nem a cseh fordításból valók, de akkor azok honnan való. És akkor az egyik kutató, a kedves Csaba, ő, ő, ő jött rá, hogy, hogy, ennek a szövege nagyon hasonlít a Piri Hártyának a szövegére, erre a töredékre. És akkor meg is írta, hogy hát ez, ez valahogy nagyon szoros kapcsolatban van ezzel a töredékkel. És akkor én elkezdtem összehasonlítani a Piri Hártya töredékét a makula nélkül való tükörnek a szövegével, és egy az egyben benne volt a, a Piri Hártyának a szövege a Makula Nélkül Való Tükörben az 1712-ben a Nagyszombati Clarissa Apáca által beírt könyvbe, azzal a különbséggel, hogy a, amint mondtam, ez egy dupla levél, és a dupla levél közepéről hiányzott egy levél a kódexből, és ennek a szövege, ez benne volt a nyomtatott könyvben a Makula Nélkül Való Tükörben, és ezt a sorok számával, a betűk számával meg lehetett számolni, hogy pont ugyanannyi hiányzik, amennyi a két levél között lehetett egy ugyancsak dupla levélen, és a Mária besnyői töredéknek a szövege is benne volt a makula nélkül való tükörben ebben az 1712-es nyomtatványban. Tehát biztosan állíthatjuk azt, hogy 1712-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor még ennek a kódexnek, ami mára már elveszett, ott kellett lennie nagyszombatban, és a nagyszombati Clarissa apáca ennek a szövegét másolta be a 18. században kiadott könyvben, és ez a könyv, ez a makula nélkül való tükör, ez több mint 20 kiadást ért meg, és még a 20. század elején is nyomtatták, tehát ezt a középkori szöveget, ezt a, a egészen a második világháborúig olvashatták a, az emberek, mert ez egy ponyva regény volt, és a, a fonóban olvasták az asszonyok. Íráskép alapján, vagy felhasznált tinta anyaga alapján, vagy a, a, a papír, vagy a pergamen alapján meg lehet mondani azt, hogy az adott kódex, vagy kódex töredék, Körülbelül mikor készült? Századra pontosan? Vagy, vagy század évtizedére pontosan? betűformák segítenek ebben, tehát a paleográfia, ez mint tudomány, ez kidolgozta már a, a latinírásnak és a görögírásnak is a, a történetét, a változását, a fejlődését, és a paleográfusok azok azok egészen pontosan ö, a apró jelek alapján, vagy az apró változások alapján tudnak datálni. Igen, meglehetős biztonsággal. És, van, és vannak datált kódexek. Tehát a do, datált kódexeknek a segítségével, datált írásoknak a segítségével tudunk írásmintákat datálni, tehát paleográfiához nagyon segítenek a datát, kódexek. De önmagában a ténte meg a vonalazás, vagy a, a bizonyos értelemben a vonalazás is, például a, a vakvonalazás az bizonyos korszakokban jellemző volt. Jellemző, hogy hogyan, milyen mére ment az a vakvonalazás. Tehát a vakvonalazás alatt azt értjük, amikor valamilyen éles eszközzel húznak egy vonalat, de nincsen színe. Tehát, hogy azt mennyire nyomják le. Vannak ilyen jellemzők, de de... Többnyire az az van, hogy, hogy, hogy sok tényezőnek kell együttesen érvényesülnie, hogy valamiféle datálást, vagy valamiféle dátumot meg tudjunk mondani. És a rövidítések is segítenek, segítenek ebben, tehát korhoz kötöttek a rövidítések. Be tudjuk lőni, hogy 14.-15. századéje az a rövidítés, amit éppen a skriptor használ az Igen. írásában. Van-e van pont? Szöveg, van, tehát a, a szövegekben. Igen. Ahogy most manapság vannak uh, sztárírók, vagy híresírók, voltak -e a középkorban ismertebb uh, skriptorok. Voltak, igen, én. egyszerű a válasz. Nagyon ritkán, uh, minél régebbre megyünk vissza az időben, annál kevésbé nevezik meg magukat. A 15. században, ami, amire nekem van inkább rálátásom, vagy nekem, amelyre, amire inkább rálátásom van, ott már vannak Itáliában olyan szkriptorok, akik büszkén vállalják a nevüket, illetve lehet is róluk tudni, mint történeti személyekről, források maradtak fenn róluk, stb. Éppen a Vitéz Jánosnak más volt három gyönyörű Livius, egy Livius kódex sorozatot, egy nagyon híres firenzei szkriptor, akinek a nevét is tudjuk. Messer Piero Strodzi. Ő volt a, abban az időben, a 15. század 60-as éveiben az egyik leghíjelmebb, leghílesebb, a legszebben író firenzei szkriptor. De ezt annyira, tehát ez, egy, ez, egy, ez egy szakma volt. Fennmaradtak szerződések, amelyek például azt is rögzítik, amikor egy-egy könyvkereskedő mondjuk ajánl egy másolót egy megrendelőnek, tegyük fel, hogy van egy nagyon gazdag kereskedő, aki szeretne egy bibliát, és ö, tárgyalásba kezd a könyvkereskedővel, és ő megírja neki, hogy tudom ajánlani ezt és ezt a szkriptort, aki úgy másol, hogy ennyi és ennyi sort, ő ír le egy oldalra, és abban ennyi és ennyi karakter van. Tehát képes volt a másoló arra ügyelni, hogy mindig annyi betű, tehát annyi karakter legyen egy sorban. Szóval, hogy ez ilyen professzionális tevékenység volt. És hogy írás, mint írásmintalapok is készültek? Tehát a szkriptoroknak alapja is készültek a jó szkriptoroknak, akik mutatták, hogy ők milyen formában tudnak írni. Ez és nekünk ez egy, egy fontos nek, és ez, ez egy, nekünk egy nagy öröm volt, hogy összesen amiről most tudnak, éppen mert most fog egy könyv készülni, Erik Wakkel ír egy könyvet a, a szkriptorokról, meg az írásmintalapokról, és összesen 21-et tudott összegyűjteni az egész, egész Európában, és ebből az egyik az magyar, ami most került elő egy magyar íráslap, amelyik valószínűleg itt volt nálunk a felvidéken, tehát ez azt jelenti, hogy nálunk is nagyon fejlett volt az írás kultúra, hogy már írás mintalapokat is készítettek a szkriptorok. Az írásbeliség is hullámzott, az írásbeliségnek a története Magyarországon, vagy hogy mennyire ismerjük, ez ugye attól is függ, hogy mennyi emlék maradt fönn, de a Vitéz példa is azt mutatja, hogy a 15. derekkel Magyarországon képesek voltak úgy írni, mint a legfejlettebb régióban, Itáliában. Tehát, hogy ez, ez bennünket is mindig újra és újra elért az európai... És a már a 13.-14. században is, ha összehasonlítjuk az írásokat, semmivel nem rosszabbak azok a, az, a skriptorok, akik Magyarországon írtak, akikről biztos, biztosan tudjuk, hogy magyarországiak voltak, mint akik... Nyugat-Európában, az úgynevezett Nyugat-Európában írtak, és olyan szép, amikor úgy odaírják a végére, mondjuk odaírja a nevét, és akkor odaírja, hogy orátepromi imádkozzatok értem. Vannak még teljes kódexek, amelyeknek a tudományos feldolgozása még nem történt meg? Itt az osk ban vagyok? Vagy Magyarországon? Magyarországon. Hát hála Istennek nagyon sok van, tehát hogy az Edina mondta, hogy az esztergomi kódexeket azokat most dolgoztuk föl, Kalocsa után jönnek majd a Ferencesek, a Ferences könyvtáraknak a feldolgozása, a kódex állományának a feldolgozása, a Panohalmi kódexeknek a feldolgozása, és aztán szeretnénk majd kitekinteni külföldre is. Tehát a felvidékre is jó lenne kitekinteni, hogy ott milyen kódexek vannak fönn, és azokat módszeresen feldolgozni, mert ezek ezekkel a kódexekkel foglalkoztak magyar kutatók is, ott helyben lévő kutatók is, tehát szlovák kutatók is, de jó lenne ezeket is módszeresen és rendszeresen feldolgozni. Meg Zágrában, Zágrában folyik egy nagy feldolgozás most. Ezt el kell mondani, hogy egy a legkorábbi breviáriumunk, egy 13. századi breviárium, amelyiknek a, a kódexe megvan Prágában, ennek a ugyancsak ugyanúgy a szanktoráli leveleit egy zágrában találta meg Szoliva Gabriel, és nem is egy-egy levelet találta szanktoráléhoz, tehát a szenteknek az ünnepéhez, hanem szinte az egész szanktorále megvan. Egyetlen egy Könyvkötő dolgozta föl a szanktorálinak, a, tehát a kódexnek a töredékeit, és ezek, eze, ezeknek a feldolgozása éppen most folyik, és ebből lesz egy nagy faximileg kiadás is. Hogyan zajlik a feldolgozás, vagy hogyan zajlik a kódexek katalogizálása? Ez egy nagyon összetett munka, részben már el is hangzottak a, a, a módszerek. Igen, tehát a katalogizálás talán ez egy ilyen leegyszerűsítő kifejezés ebben az esetben, mert valóban minden egyes középkori kézirat, legyen töredék akár, vagy egy teljes kódex, egy nagyon komoly tudományos megközelítést és tudományos munkát igényel, és nagyon hosszú idő, amíg megszólal az az adott könyv. Tehát, hogy felismerjük a tulajdonságait és el tudjuk helyezni. Ez egy valóban egy rendkívül összetett munka, egy egy divatos szóval, egy interdisziplináris munka, szóval nagyon sok tudományágnak a módszereit kell hozzá használnunk. Mondok néhányat, ugye itt elhangzott már a paleográfia, tehát a régi írásoknak a tudománya, liturgia történet, művészet történet, kötéstörténet, irodalomtörténet, történelem, művelődés történet, hogy egy csak hogy egyre tágabb ö, irányba haladjak. Szóval ezeket mind vizsgálni kell. A kódex feldolgozásnak, épp úgy a töredék feldolgozásnak is megvannak a szempontjai, amiket írásba kell foglalni először is le kell írni a kódexet, mint tárgyat, tehát meg kell nézni a leveleinek a számát, a méreteit, az anyagát, ezeket rögzíteni kell, aztán a díszítését vizsgálni kell, amennyiben van neki a notációját, azaz a kottáinak a jellegét meg kell határoznia. Aztán tartalmi vizsgálatot is kell végezni, a liturgiai, liturgikus jellemzőjét, valamint egyáltalán, hogy milyen mű van benne, vagy több mű van benne, ugyanis a középkori kódexek esetében nem, nem ritkán nincsen címe az adott kódexnek, sőt, a legtöbb esetben több mű is van egy kódexben. Jó esetben ezeket úgy elválasztják egymástól, tehát valahogy látszik, hogy hol, hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik, de sokszor még ez sem egyértelmű, tehát ez egy, ez egy igazán ö, körülményes és nehéz dolog. És ezt követően készül egy úgynevezett kodikológiai leírás. Ez egy hosszú, adott esetben több oldalas ö, tömör összefoglaló ezen szempontok alapján, és ezekből fog összeállni egy katalógus. Szóval ez egy hosszú munka eredménye. Hogyan tudom elképzelni a kódex töredékeknek a vizsgálatát, vagy a kódexek vizsgálatát? Fizikailag, tehát fehér kesztjűek hozzányúlni, csipesszel lehet megfogni a lapokat, erről meséljetek egy kicsit. Igen, alapvetően igen, tehát röviden tudok rá válaszolni, hogy, hogy igen, ezek nagyon becses értékek, szóval nagyon régiek, és nagyon minden gyűjteménynek nagyon becses értékei. Arról megosztanak a vélemények, hogy mi a jobb egy pergamen kódexnek, tehát a kesztyű, vagy pedig a szabad, a tisztára mosott szabad kéz. Gyűjteménye válogatja, hogy ki mit vár el. Nagyon sok helyen már lehet tiszta kézzel lapozni a pergamen kéziratokat, de mégiscsak biztonságosabbnak tűnik a kesztyű. Van, amikor van, ahol hozzá sem engednek nyúlni a kódexekhez, szóval egészen kiemel darabokat adott esetben én tudok, én voltam olyan gyűjteményben kutatni, ahol én nem lapozhattam a kódexet, hanem csak a restaurátor lapozhatta, és nekem mindig meg kellett kérni azt, hogy kellett kérnem a restaurátort, hogy legyen szíves lapozzon, és bent ültünk egy páncélszobába, a, ez egy korvina volt egyébként, Beatrix Királynének a zsoltáros könyve egy nagyon kiemelt, egy nagyon különleges kódex. Szóval, hogy hogy, hogy változó, de azért ezek, ezek mindenütt nagyon értékes és féltve őrzött darabok. Hogyan kell tárolni a kódexeket, vagy a kódex töredékeket? Megvan a hőfok, a páratartalom, a fény, ami alapján. Biztosítani kell egy kódexnek a tárolását? Igen, körülbelül 20 fok és körülbelül 50 százalékos páratartalom az ideális, de azt szokták mondani, hogy az a lényeg, hogy ne legyenek nagy változások ebben. Tehát, hogyha megszokott egy, most a pergamen kéziratról beszélek elsősorban, ha megszokott egy, egy helyzetet, egy, egy állapotot, és azon van, az az jó neki. Tehát azért ezek olyan tárgyak vagy olyan könyvek, ami, amelyek nagyon sokáig fönnmaradtak, tehát annyira végsősorban nem érzékeny. Ha nem ég el, vagy nem ázik végletesen el, vagy nem tépik szét, akkor azért nagyon-nagyon tartós. Szóval, hogy ezeket a hirtelen változásokat nem szereti a pergamen. Igen, de azért ezt hozzá szeretném tenni, hogy azért ne felejtsük el, amit, hogy ezeket a könyvkötők használták ezeket a töredékeket, 8. századi töredékeket is, és ezek a 8. századi töredékek, 10. 11. 12. századi töredékek, ezek a mai napig a könyveken voltak, és nagyon szépen fönnmaradtak, tehát annyira jó festékkel írták, hogy olyan különös bántódásuk nem történt. Ezért nagyon fontos az is, hogy itt most már, tehát Magyarországon indult meg ez a kutatás, illetve Magyarország az, az, az úttörő volt ebben, tehát a svédek kezdték el, Svédországban volt, mert hogy ott a levéltári anyagokon rajta voltak a töredékek. A katolikusok után az evangélikusok átvették az egyházat, és nem volt fontos a katolikus liturgia. És ezért Svédországban, ahol ugyebár nem járt a török, nem járt a tatár, ott megmaradtak ezek a kódexek, és akkor, amikor már nem volt rájuk szükség a 16. században, akkor ezeket a kódexeket fölvágták, és levéltári anyagokon rajta maradt. És legalább 600 kódexnek a leveleit tudták ezekből összeállítani. És ebben helyzeti előnyünk volt, mivel nekünk nem voltak, nem voltak kódexeink, tehát mi voltunk az úttörők abban, hogy, hogy ezeket a töredékeket elkezdtük lefejteni, de most ez, ennek megindult Európában a kutatása, és különböző országokban, meg most már vannak nemzetközi csoportok is, akik ezeket a töredékeket gyűjtik, és számba veszik, és így össze is tudnak jönni különböző helyekről a töredékek sokkal könnyebben, mint eddig. Mindketten foglalkoztatok Hunyadi Mátyás adminisztrációjának egyik fontos tagjával, a Kámencsehi Domokos Székesferivári Préposnak a Székes fennmaradt kódexeivel. Erről meséljetek egy kicsit. Nemrégiben az egyik fennmaradt Kámencsehi kódexnek volt egy faximile bemutatója. Igen, hát Kámencsehi Domokos egy különleges alakja a Mátyás kor, korának több szempontból is, de az utókor előtt leginkább a fennmaradt díszes kódexei miatt ismert. Fennmaradt tényleg négy, négy nagyon szép párját ritkítóan szép kódexe, amelyek azért is különlegesek, mert Magyarországon készültek. Tehát itt a Királyi udvarban, a Királyi udvarnak a környezetében a királyi műhelyben, és nagyon sok mindent elárulnak a, a korabeli királyi udvari könyvkultúráról, tulajdonképpen ugyanolyanok, mint a korvinák, a Budán készült korvinákra gondolok, és um, mutatja az a főpapi könyvkultúra, hogy az udvari könyvkultúra, a királyi könyvkultúrának milyen hatása volt a, a kortárs főpapokra. A Kálmán domokos kódexével milyen munkát végeztetek, vagy mi volt a, milyen kapcsolódásotok van ezekhez? Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni Edinával. Ő az illusztrációját nézte, a kódexnek a díszítését, én meg a liturgiáját. És jó beszélgetéseink voltak. Nézegettük a szöveget, együtt nézegettük az illuminációt, és akkor úgy adogattuk egymásnak a labdát, és a, a főszöveg mellett voltak marginális bejegyzések is, amire fölfigyeltünk, és kiderült, hogy ez nem a, nem a a keze a marginális bejegyzést, tehát, hanem egy későbbi kész volt benne, és lehetett azonosítani, hogy a Kálmán cseh Domonkos volt a használója a kódexnek, és ő, ő maga is írt ebbe bele. Ha már szóba került Mátyás, a Bibliotéka Korvina Mátyás Budai, Budavári könyvtára tulajdonképpen az első humanista fejedelmi bibliotéka Itálián kívül a feltevés szerint olyan 2000 kötetet számlált. Ebből körülbelül 220 kötet maradt fent. Ebből erről mit tudunk mesélni hallgatóknak? Az én szakterületem a 15. századi humanista kéziratosság, és azon belül is elsősorban ez, ez amit említettél, a Kormének könyvtár, Vitéz kódexei, adott esetben Janusz Pannonius kódexei, és egyáltalán az ő szellemi örökségük. Igen, tehát a királyi könyvtár ez egy nagyon markáns terület, egy hosszú kutatás, immár Körülbelül 150 évre tekint vissza, és számszerűleg nem sok kódexről van szó, tehát valóban 220 darabról. Nagyon sokat foglalkoztak már vele elődeink. Hosszú ideig azon munkálkodtak, hogy, hogy megalapítsák, hogy hol maradtak fönt korvinák, milyen gyűjteményekben, hogy összeállítsanak egy listát, hogy mi, mi, mi maradt fönn egyáltalán. És csupán néhány évtizede ezen listák létrejötte után adódott meg nekünk a lehetőség, hogy az elődeink munkájára épülve, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy részletesen elkezdjük a kódexeket feldolgozni a 2000-es évek elején indult el a Széchenyi Kéftárnak a Korvina programja, a Monok Istvánnak a kezdeményezése révén, kiállításokkal, együttműködésekkel, minek köszönhetően a részletes, szisztematikus kódex feldolgozás is elkezdődött. Én most már jó pár éve ezt végzem, és ez, tehát ez, egy, ez egy, nagyon részletes kódex feltárás, és ebből jönnek olyan eredmények, olyan olyan adatok, amelyek a Korvina könyvtár egészére nézve is nagyon sok mindent elárulnak. Igaz, hogy Bitéz János könyvtára adta az alapját Mátyás könyvtárának, a Bibliotéka Korvinának? Vagy a kettőnek van valami átfedése? Igen, ez, ez egy régi tudományos tézis, és valóban így is van, tehát vannak olyan korvinák, amelyekben első látásra azonosíthatók a vitészkéziratok, mert hogy vitéziános címere van benne, vagy vitéziánosnak a bejegyzései vannak benne. A bejegyzéseit az, azokat, a, vagy az ő kézírását a 19. század végén azonosították akkori a kutatók, többek között például Csontosi János. Tehát vannak első pillantásra felismerhető vitézkódexek, azonban van egy olyan nagy ö, ö, állomány is a korvina könyvtáron belül, amit teljesen beolvadt a későbbi királyi könyvtárba, amely szintén vitéz környezetéből származik, de ez első látásra nem nyilvánvaló ugyanis az történt, hogy amikor Vitéz 1472-ben meghalt, előtte pedig hát a király ellen, és ennek következtében az összes kulturális kezdeményezésének egy csapásra vége szakadt, akkor miként erre a legutóbbi kutatások rámutattak, a környezetében Esztergomban egy nagyon komoly kézirat készítési kampány zajlott. És ö, az történt, hogy így utólag sikerült rekonstruálni, hogy ezek befejezetlenül maradtak. Tehát a másolat elkészült. Ott volt a szöveg a pergamenen, de nem volt kifestve, és nem volt bekötve a kódex, viszont ott voltak a befejezetlen másolatok. Később, amikor a 80-as évek során a királyi könyvtárat létrehozták nagyon tudatosan, akkor tudtak ezekről a befejezetlen ö, kódexekről, és a budai királyi műhelyben ezeket már a királyi könyvtárnak a mesterei, a művészei kifestették és bekötötték. Tehát ezek ezek teljes mértékben olyanok voltak, mint bármelyik itáliai korabeli kódex, ugyanis ezt, ezt fontos hozzátenni, hogy Vitéz János tudatosan törekedett arra, hogy a kódexeit humanista írással írják, tehát a korabeli itáliai írással. Tehát egy teljes mértékben itáliaivá váltak ezek a kéziratok, és ez egy nagyon rejtett vitéz János anyaga a Korvina könyvtáron belül. Nekem elsősorban a, a tehát a kezek összehasonlítása segített abban, hogy egyfelől, hogy valamiféleképpen ezt, a, ezt megragadjam, ezt a, ezt a csoportot, ugyanis nem mindegyik került a királyi könyvtárba, hanem vannak olyan darabjai, amelyek külföldre kerültek, és Lehetett ö, olyan külföldön őrzött nem korvinákat, de magyar vonatkozású kódexeket találni, amelyekben ugyanez a másoló dolgozott, mint később a korvinákban is. Ez volt az egyik, a másik pedig a pergamennek a, a jellege segített a Magyarországon, tehát a Magyar Kódex készítésben az esetek nagy részében északi pergament használtak. Tehát nem itáliait, hanem északi pergament, mert az északi pergamentnek a minősége más. Vagyis nem a minősége, hanem a, hanem a kikészítésnek a módja. Tehát, és ez érződik a felszínén a pergamentnek. Tehát el lehet különíteni az itáliai pergament és, a, és az északi pergament. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon tényleg detektív módszerekkel lehetett például ezt a rejtett vitézállományt a Korvina könyvtáron belül azonosítani, és ez bizony elég jelentős mennyiség. Feltévés szerint ugye ezzel előbb mondtuk, hogy körülbelül 2000 Korvina lehetett Mátyás könyvtárában, abból a legjobb esetben 220 maradt fent. Ez egy ilyen körülbelüli, körülbelüli szám. szám. Igen. Eh, abból Magyarországon tudomáson tudomásom szerint 50 néhány található meg, viszont van egy weboldal, ahol összegyűjtjük és elérhetővé tesszük a világban szétszóródott korvinákat. Ez a Bibliotéka Korvina Virtuális elnevezésű tartalomszolgáltatásunk, amelynek az adatállománya, a befotózott korvinák száma egyre inkább nő, növekszik, gyarapszik. Igen, ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés. Miként a, a Türedék feldolgozó kutatócsoport, ez annak idején, a 2000-es évek legelején szintén úttörő vállalkozás volt. Szóval ilyen akkor nagyon kevés, nem volt, vagy nagyon kevés volt. Tehát amikor ez elindult, és meg, megújult 2018-ban a honlapunk, és most pedig nagy, nagy erőkkel folyik a fejlesztése nagyon jó dolognak tartom, és, és valóban az a célunk, hogy, a, hogy, az összes fennmaradt korvinának a digitális másolatát meg tudjuk mutatni. Ez egy nagyon látványos honlap, corvina.hu. Ez volt az Országos Széchenyi Könyvtár Csevely nevű podcastjának aktuális adása, aki kérdezett Újhely Attila, az OSK kommunikációs munkatársa, akik válaszoltak Zsupán Edina és Lauf Judit, a Hun Ren OSK fragmentelt kodicész kutatócsoport tudományos kutatói. Solymos Jákos hagmérnök segítette a munkánkat. Köszönöm, hogy meghallgattak minket, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Mindenkinek minden jót!